Ha ön tervező vagy a kivitelezésben dolgozva felelős az épület műszaki minőségéért, érdeklik az ipari, élelmiszeripari vagy dizájnpadló megoldások, önnek biztosan izgalmas témákat tartok a december 12-én, a MAPEI Kft. Kiállítással fűszerezett konferenciája. De ha szívesen megismerkedne azokkal a megoldásokkal, melyekkel hazánk legnagyobb egyeteme a Semmelweis padló burkolata is készült, esetleg csak ihletet szerezne, vagy kérdése van, akkor se hagyja ki az első Floor Expo-t, ahol a téma szó szerint a padlón hever. És hogy miért érdemes még meglátogatni az első Floor Expo-t, arról hallgassuk meg Novák Pétert, a MAPEI Kft. Hideg és meleg burkolati termékfelelősét. Azért fontos a szakembernek eljönni erre a rendezvényre, mert a sportpálya építés és a sportpálya építéshez kapcsolódó technológiák ma Európában és a világon rendkívül dinamikusan változnak. Az a téma, amit én elő fogok adni, az arról szól, hogy a profi és a versenysport számára jól standardizált, pontosan meghatározott szabványok alapján kell felépíteni egy pályát, viszont nem foglalkoznak azzal, hogy az amatőr vagy közösségi sportolók számára milyen pályát adunk át, milyen pályán zajlik a maga a sportolás. A MAPEI-nek rendkívül sok olyan és nagyon hasznos és sokszor látványos megoldása van, ami sokat segít abban, hogy az amatőr és nem versenysportolók is egészséges módon, egészséges felületeken és biztonságosan tudjanak sportolni. Várjuk a szakembereket szeretettel december 12-én a Lourdes Konferencia Központban a Floor Expo kiállításon.